Tisztelt hallgatóság! Szeretettel üdvözlöm a Kutatók Éjszakája 2020-as rendezvény résztvevőit. Zente István vagyok, a SpaceBus Hungary projekt megalapítója. Sajnos ebben a COVID miatti korlátozásokkal teli világunkban, napjainkban ez az esemény sorozat is az online térbe sorult, és így ezen keresztül próbálom önöknek bemutatni a SpaceBus projektet. Napjainkig alig 600 űrhajós járt, illetve jár fenn az űrben, lehet jelenleg is dolgoznak fenn a nemzetközi űrállomáson. Valamennyi űrhajósnak viszont az a hatás, amit overview hatásnak hívunk, meghatározó élményt jelentett, azaz amit az űrből látott a Földet és a Földet körülvevő kozmoszról. Vizsgáljuk meg, hogy ezt a hatást hogy lehet megosztani mindazoknak, akiknek még nem volt lehetőségük az űrben személyesen jelen lenniük. Felvételen először a NASA, majd a SpaceX képkockáit láthattuk. Az átlók javasolt megoldás az overview hatás megosztására az, hogy az űrutazás legyen mindennapi, tehát kvázi bárki felrepülhet az űrbe, és megcsodálhatja mindazt, és láthatja mindazt, amit jelenleg csak az űrhajósok láthatnak. A SpaceBus program más utat választ annak érdekében, hogy az overview hatást megossza a Földön lévő emberekkel. Nevezetesen a jövő generációjának, a 10-14 éves gyermekeknek a gondolkodásmódját kívánjuk befolyásolni a SpaceBus oktatási program segítségével, hiszen az overview hatás az nem szól másról, mint hogy a világűrből a Föld csak egy kék pöttynek látszik, eltűnve az országhatárokat, a gazdasági, társadalmi, politikai problémákat nem lehet észlelni, és nem lehet észlelni az emberek közötti konfliktusokat. Másrészt viszont a 10-10 éves gyermekeknek a gondolkodásmódját erőteljesen érdekli az űrkutatás, az űrutazás, és ezért is ők a célcsoport. Előadásom három részre tagozódik. Az első részben a SpaceBus programnak a fejezeteit fogok bemutatni, három ilyen fejezet van. A másik részben a projekt hátteréről ejtenék néhány szót, és a harmadik részben végül a megvalósításról osztanék meg néhány gondolatot önök. 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engines running, liftoff, we have liftoff. Mivel a SpaceBus oktatási program, a mesterséges intelligencia és a VR eszközeit is alkalmazza, ezért vetettem ide ezt a pár definíciót, amiről én most több szót nem is kívánok ejteni. Ugyanakkor viszont javaslom, hogy nézzük meg egy leendő űrhajós barátunkkal együtt, hogy mi is a SpaceBus program alapja megvalósításának módja. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. Since the dawn of spaceflight, many astronauts have reported their most profound moment did not come on arriving in outer space, but instead, when gazing back. They saw our small, fragile planet and realized it's all we have. This powerful cognitive shift is known as the overview effect.
and less than 600 people have been to space to experience it. So, how do we get more people to feel this effect? By sending them into space at a young age, using virtual reality on a custom-engineered rocket. Spearheaded by ESA astronaut Andrei Kuipers, the Overview Effect Foundation takes children on a revolutionary educational program designed to inform and inspire a new generation of young ambassadors for planet Earth. In a classroom, a young crew is guided through a series of pre-flight mission control lessons. Then, cadets embark on a virtual reality journey where Kuipers points out the world's natural wonders and humanity's impact on the environment. Finally, armed with the magic of the overview effect, cadets hold a press conference, just like real astronauts, for friends and family, even press. All to create a new generation of young ambassadors for planet Earth. With the program traveling to classrooms around the world and inspiring a generational change in behavior. To share our world and its resources more sustainably. As we're all astronauts aboard Spaceship Earth. Nos igen, ha úgy vesszük, mi mindannyian, akik itt a Földön élünk, űrhajósok vagyunk, és a járművünk a földbolygó, és ezzel a járművel száguldunk a végtelen világűrben. Egyébként ez a kis film gyakorlatilag a teljes projektet bemutatta, így én akár be is fejezhetném ezt a prezentációt. Azonban szükségesnek tartom néhány részletesebb információ megosztását. Egyébként ez a mindannyian űrhajósok vagyunk a Föld nevű bolygón felvet egy kérdést. Mennyire vigyázunk mi a Földre? Mennyire vigyázunk mi a járművünkre? Ahogy egy ember vigyáz a tárgyai a dolgaira, egy gyerek vigyáz a játékaira, ugyanígy vigyázunk-e mi is a Földünkre? Joggal mondhatja a kedves hallgató, hogy miről beszélünk, hát elmegyek egy VR-parkba és megélem ezt a virtuális utazást. Fontos leszögeznünk, hogy a SpaceBus programnak fontos, látványos eleme a virtuális utazás, de nem ez a lényege. A lényege az első fázis és a harmadik fázis legalább olyan fontos. Az első fázis az oktatási fázis, ami gyakran egy STEM támogatott oktatási program, amelynek során a gyerekek a reáltárgyakat, a humántárgyakat, sőt még a testnevelést is vélhetően nagyobb érdeklődéssel és nagyobb affinitással próbálják megközelíteni, mint enélkül. A programban résztvevő iskolákhoz az oktatási eszközöket egy speciális konténerben juttatjuk el, és a programban résztvevő gyerekeknek a hazai repülési parancsnok ismerteti a küldetés célját, és az iskola programban résztvevő tanárai pedig segítenek abban, hogy az osztályterem átalakuljon egy küldetésvezérlő központjá, és így elkezdődhet az oktatás. A COVID-19 pánmédia egyik hatása, hogy az online oktatás mára már teljesen mindennapivá vált, és mindenki számára megismert. A SpaceBus oktatási projekt is használja, alkalmazza az online oktatást, azonban én most nem térnék ki a oktatási programnak az egyes részleteire, ezek leolvashatók a slide-ról. Annyit meg kívánok jelezni, hogy a záróvizsgán során egy díszes oklevelet kapnak a gyerekek, ami egyben nekik a belépő arra, hogy részt vehessenek a virtuális űrutazáson. Természetesen nem csak elméleti, de gyakorlati képzés is kapnak az űrhajós jelöltek, egyszerű szemléltető eszközök segítségével és egyéb módon. Fontos megjegyezni, mint már említettem, a SpaceBus program célcsoportja a 10-14 éves korosztály. A felmérések szerint ez a korcsoport nagyon nyitott az űrutazás téma iránt, így ezen keresztül ösztönözhetőek és motiválhatóak a tananyagok mélyebb, alaposabb elsajátítására, és egyébként a STEM és a SpaceBus programnak a kapcsolódása itt is tetten érhető. Elérkeztünk a program második fázisához, azaz a nagyon látványos, és valószínűleg a benne résztvevők számára egy örök élményt nyújtó virtuális űrutazáshoz. A SpaceBus rakéta megérkezik a programban résztvevő iskolához, és a sikeres vizsgát tett űrhajós jelöltek kivonulnak, majd beszállnak.
és megkezdődik a virtuális űrutazásuk. Ennek képeit röviden mutatom be, az idő hiánya miatt nem időzünk sokat. Az ifjú űrhajósok beszállnak az űrjárműbe, a parancsnok rövid eligazítást tart nekik, megkapják a VR sisekeikat, elfoglalják üléseiket. Start, látják, hogy eltávolodnak a Földtől és a kilövési pontot, elhaladnak a nemzetközi űrállomás mellett, megtekintik a Hold Földtől távolabbi úgynevezett sötét oldalát, láthatnak egy földfelkeltét, és végül a Föld légkörén keresztül visszatérnek a Földre. Harmadik fázis. A sikeres és felejthetetlen élmény, melyet egyébként oklevél és egyéb apró tárgyak még emlékezésébbé tesznek a gyerekeknek, az a tapasztalat, hogy a szerzett élmények alapján a tudásszomjuk és érdeklődésük nem csak a STEM tárgyak iránt kitágul, kiszélesedik. Továbbá egyértelmű a tapasztalat, hogy alapvetően megváltozik egyebek mellett a környezet és klímavédelmi kérdésekben a véleménye azoknak, akik részt vettek a SpaceBuzz virtuális űrutazáson. A virtuális űrutazáson résztvevő gyermekek kommunikációs készségének képességeinek fejlesztését az is segíti, hogy a virtuális űrutazást követően az igazi nagy űrhajósokhoz hasonlóan élménybeszámolókat, sajtótájékoztatót tartanak a külszűkebb és tágabb környezetüknek, személyesen és az online térben a social media felületeken. Ugyanakkor nem elanyagolható az az apróság, hogy a SpaceBuzz járműnek a megérkezése egy adott településen lévő iskolához, mely részt vesz a SpaceBuzz projektben, önmagában is egy igen komoly médiaesemény, és ez is a programnak a népszerűsítését tudja segíteni. Most, hogy végigvettük a SpaceBuzz program 3 szakaszát, pár szó arról, ami mögötte van. Mindenek előtt említésre méltó Dr. Max Lovers professzor úr vezette csapat munkája. Ő a Holland Tilburgi Egyetem kognitív tudományok és mesterséges intelligencia tanszékének professzora. Az ő vezetésével és számos oktatás és egyéb szakember bevonással készült el a kognitív, humán, digitális és reál tudományok, valamint a mesterséges intelligencia közös halmazára épülő SpaceBuzz oktatási program. Erről a témáról nemhogy egy külön előadásban, de egy konferenciában lehetne beszélni. Itt kívánom megemlíteni, hogy a holland szakemberek által kidolgozott STEM oktatási program magyarországi honosítása a magyar nyelvre és a magyar oktatási irányelvekhez illeszkedve nagyon komoly felelősségteljes szerepet szán mindazon oktatásban, pedagógiában, képzésben résztvevő szakemberekben, akik vállalják, hogy a SpaceBuzz projektet Magyarországon is sikerrel elindítsuk. Jogosan merül fel a kérdés a kedves hallgatóságban, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, de hát ennek őrületes költségei vannak. Nos, a SpaceBuzz program ingyenes, mindenki számára hozzáférhető, egy nyitott hozzáférésű non-profit program. A programhoz csatlakozó országok űrhajósai, mint a program nagykövetei, oktatói és űrparancsnokai szerepelnek. Az űrhajósok egyebek mellett interaktív módon virtuális személyként végzik feladatukat. A program honosításának két fő ága van. Az oktatási program honosítása és az űrjárműnek a honosítása. Ugyanakkor nem elhanyagolható, elsősorban az első fázisban az iskolákhoz kihelyezett oktatásnál, hogy rengeteg alacsony költségvetési anyag felhasználásával, illetve különböző csoportosulásoknak a létrehozásával nagyon hasznos szemléltető eszközöket lehet készíteni. A program honosítása, megvalósítása, beindítása és üzemeltetése során kiemelkedő szerep hárul az abban résztvevő szakemberekre, pedagógusokra. Örömmel jelenthetem be, hogy már több általános iskola jelezte részvételi szándékát, csatlakozott hozzánk az Óbudai Egyetem, a Puli Space Technologies és a MANT, a Magyar Asztronomikai Társaság is egyebek mellett. Reméljük, hogy ennek az előadásnak a hallgatóságában is többekben felmerül a szándék, hogy csatlakozzanak a projekthez. A SpaceBuzz program Hollandiában már 2019-ben sikeresen elindult, és azóta is sikeresen működik. Terveink szerint 2020 negyedik negyedévében Magyarországon, Franciaországban, Olaszországban is elindulhat a program, és ezt követően várható további globális megjelenés. Itt szükséges megjegyezni, hogy egy nemzetközi konzorcium
holland vezetéssel, magyar-francia-olasz résztvevőkkel egy Erasmus Plus pályázatot adott be idén áprilisban, mely pályázatot októberben sikeresnek ítélte meg a bizottság, és így elindulhat az a 3 éves projekt, amely ebben a 4 országban 5-600 általános iskolásnak teszi lehetővé, hogy bekapcsolódjon ingyen a SpaceBus programba. A program non-profit és nyitott elérhetőségének jellemzőit, feltételét és egyéb információit a táblázat tartalmazza, minden országban meg lehet valósítani, akik meg tudják teremteni ennek a feltételeit. A programhoz csatlakozás lépéseit a fenti táblázat mutatja, ezeket tettük és tesszük meg mi itt most Magyarországon. A Nemzetközi Spacebus Központ támogatási tevékenysége jelentős, ezeket ugyancsak le lehet olvasni a tábláról. Az űrhajósok szerepe vitathatatlanul fontos a programban. Ennek 3 szintje van, kezdeményező, nagyköveti és támogató űrhajósokról beszélhetünk, a jellemzőiket a táblázatból leolvashatjuk. Mivel lassan előadásom végére érek, ezért javaslom, hogy nézzünk meg egy rövid videót arról, hogy a SpaceBus projektnek mi a lényege. After completing their training, the rocket arrives. Then, cadets embark on a virtual reality journey where Kuiper's points out the world's natural wonders and humanity's impact on the environment. Finally, armed with the magic of the overview effect, cadets hold a press conference, just like real astronauts, with the program traveling to classrooms around the world, inspiring a change in behavior to share our world and its resources more sustainably, as we're all astronauts aboard Spaceship Earth. Ki miért és hogyan tud csatlakozni a SpaceBus programhoz? Általános iskolák csatlakozásokkal biztosíthatják részvételüket a programban. Oktatási intézmények és szakemberek csatlakozását várjuk, egyebek mellett a nyertes Erasmus Plus pályázat feladatainak megoldása kapcsán. Továbbá várjuk támogatók jelentkezését, akik anyagi, tárgyi, szellemi vagy egyéb támogatásokkal tudják elősegíteni a SpaceBus magyarországi projektjének elindulását, sikeres üzemeltetését. Lassan előadásom végére érek. Bízunk benne, hogy a következő pár másodperces klip végső képsorainak valósággá válásáig nagyon sok gyereknek fogjuk tudni megadni az overview effekt átélését. That's home. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives on a mote of dust suspended in a sunbeam. Hallgatóság. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük, javaslatuk, csatlakozási szándékuk lenne, úgy a látható e-mail címen kérem vegyék fel velünk a kapcsolatot, vagy a SpaceBus Hungary Facebook csoportján a Messengeren keresztül. És végezetül engedjék meg, hogy rendhagyó módon egy francia űrhajós gondolataival búcsúzzak Önöktől. As you understand the rarity of this view lived by only few of us, you decide your duty is to share the experience and to make understand that all humans are members of the same crew of this single natural spaceship traveling alone in this freezing, black, infinite emptiness of the universe. Indeed, we should manage Earth as a spaceship, understanding how it works and living in harmony with its resources, like we do with our own spaceship, in order to never be in lack. Earth, one home, one crew, one mission. Let all future generations live long and prosper.